Az esélyteremtés a gyermekekért, közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben című összesen közel 500 millió forintot felölelő pályázat, melyet Makóváros önkormányzata több konzorciumi partnerrel egyetemben nyert, többek között számos programra ad lehetőséget városunkban is. A makói óvodában például a csöpségek táborokban vehetnek részt, valamint babamama klubokat szintén tartanak. Továbbá ugyancsak a projekt keretében a létesítmény által szervezett legutóbbi szakmai konferencia kapcsán Bányai Anita intézményvezető kiemelte, hogy nagyon fontosak az ilyen találkozók, hiszen megoszthatják egymással gondolataikat, valamint lehetőségük nyílik új ismeretek szerzésére. Felgyorsult világunkban ez elengedhetetlen, hiszen a gyerekek érdeklődési köre sokat változott az elmúlt időszakban. Egyre jobban használják a számítógépet, a telefonokat, az okostelefonokat, és már óvodáskorban is ezek jellemzők. Mi ezeket nem tiltjuk, de azért szeretnénk, hogyha az óvodás gyerek életében elsődlegesen a szabad játék lehetőségét adnánk meg, de természetesen nekünk is haladni kell a korral, és nyitnunk kell az ilyen típusú gyerekek felé, és ugye korábban ezeket nem tanultuk, nem tanították, és egész más módszerekre van szükség a mostani gyerekek neveléséhez, mint korábban. Az eseményen megjelenteket Veszeliné végső Henriett önkormányzati képviselő köszöntötte, aki saját példáján szintén az előadás fontosságát hangsúlyozta. Azt gondolom, hogy én, mint édesanyja, én is látom ezeket az érzelmi hullámokat a gyerekek életébe. Ugye 3 gyermekem van, és a gyermekek közötti különbségek az évek során, itt a 2 kislányom között is majdnem 10 év van, és hogy mennyire változott a külső világ, mennyire hatottak a gyerekekre a külső világ, akár a média. A témával kapcsolatosan pedig Tari Anna Mária, pszichoanalitikus hozott érdekes információkat a helyi és a térségi óvónőknek. Mostani átmeneti korszakban, amikor a régi offline életünk mellé egy komplett online világ kapcsolódott, az egy olyan mostani szakasznak tekinthető, amiben vannak dolgok, amire nagyon kell vigyázni, és az egyik ilyen a gyerekek személyiség fejlődése. Az előadás után szakmai tanácskozások kerültek terítékre.